milyen újabb nyomásgyakorlásnak lehetünk a tanúi a kárpátai magyar oktatási hálózat kapcsán? Úgy néz ki, hogy az előző minisztérium még mindig nem tud lefékezni, és a választások után sem hajlandók másképp viszonyulni a magyarokhoz, mint most. Most kaptak az iskolák, pontosabban az oktatási intézmények fenntartói egy levelet Kárpátalján, hogy egyik napról a másikra a korrupció elkerülése véget, a racionális pénzösszegek felhasználása érdekében a külügyminisztérium azonnal számoljanak be arról, hogy milyen magyarországi támogatásban részesültek az oktatási intézmények Kárpátalján 2014-től kezdve visszamenőleg. Ami azért abszurd, mert egyrészt a megyei tanácsban elfogadtunk egy határozatot az oktatás fejlesztéséről, ami benne volt, hogy az oktatási intézmények külföldi támogatásokat kaphatnak. Másrészt diszkriminatív az egész, hiszen csak a magyar oktatási intézményekre vonatkozik, pontosabban a magyar támogatásokra, holott tudjuk, hogy Csehországból is kapunk támogatásokat, ott Vöszöcsina medje hozott létre hasonló alapot, mint a keleti partnerség, és ők is támogatják az itteni intézményeket. Harmadszor ezek az összegek hivatalosan érkeznek az országba, hivatalosan a tőzsdén kell adni az összegek értékét, mellékelve a szerződést, hogy mire lehet felhasználni, majd az intézmények fenntartóival kötött előzetes szerződés alapján nyúlhatunk az épületekhez. Ezután, ha elkészült a munka, akkor egy jegyzőkönyvben át kell adni az értékeket, pontosabban át kell adni nekik, hogy milyen munkálatokat végeztünk, és hogy mit végzünk, azt is egyeztetni kell az állami szervekkel, és utána ezzel növeltük az intézmény értékét. A pénz Ukrajnába hasznosul, hiszen az ukrán vállalatok dolgoznak, ezzel munka lehetőségeket teremtünk. A munkalehetőségek mellett itt vásároljuk az anyagot, tehát erőteljesen hozzájárul a kárpátaljai kereskedelem fellendítéséhez. Hozzájárul az építőanyagok gyártásához is, hiszen az ablakokat itt gyártják le Ukrajnába, és mindenki adózik. Mindenki, akivel szerződés köztünk, csak átutalásra történhet. Mindenki a maga adóját hozzáteszi. Mindenki, aki ott dolgozik, személyi jövedelemadót fizet, aki ebbe a projektbe részt vesz, akikkel szerződéseket kötünk. Épp a múltkor számolták ki a Főiskola Kutató Központjában, hogy így közvetve a támogatások 70%-a visszakerül az ukrán állam zsebébe. Talán az a gond, hogy nem a kijevi költségvetésen keresztül működik, vagy hogy ez megpróbálja tisztára mosni az itteni pénzeket, pontosabban nincs korrupciós lehetőség, hiszen ugyanezekkel az összegekkel a Magyarország irányába is el kell számolnia azoknak a donoroknak, ahogy az ukrán szakértők kifejezés hívja, akik támogatják őket. Nem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy egy újabb politikai nyomásnak van kitéve a kárpátaljai magyarság, mint hogyha még mindig nem akarják elfogadni, hogy partnerek és ezen ország állampolgárai vagyunk, és most nem közvetve a támogató cégekre és a szervezetekre, hanem a kedvezményezetekre gyakorolnak hatást, hiszen reggel megjött a levél, és estére már minden iskola igazgatót, oktatási intézmény vezetőt, pontosabban a fenntartókat, és ez többféle lehet, hisz az óvodák egy része az a községházákhoz tartozik, tehát a önkormányzati fenntartású, van, amelyik állami fenntartású, és van, amelyik ugye városi fenntartású, azoknak kell jelenteni, írni, és így tovább. Felháborítónak tartjuk ezt a kettős mércét, ezt a hozzáállást egy olyan ország segítségéhez, egy olyan támogatási rendszerhez, ami itt a szovjet idők helyzetét próbálja felszámolni. Ugyanis a 30 év alatt ezek az oktatási intézmények nem kaptak felújításra támogatást, vegetáltak, éppen hogy a rezsit, a pedagógusok bérét tudták fizetni, de azóta semmiféle beruházás nem történt, és most, amikor erre lehetőséget kapunk, akkor ezt is megpróbálják kikezdeni. Illetve óvodából áll körülbelül a kárpátai magyar oktatási hálózat, illetve fogalmazhatunk-e úgy, hogy valamennyi magyar iskolában és óvodában történt valamilyen mértékű magyarországi támogatással, valamilyen mértékű felújítás az elmúlt 5
évben? Mintegy 100 oktatási intézmény van, ez különböző típusú, tehát elemi, általános, középgimnázium, és ugyanennyi óvodával is számolhatunk, ahol magyar oktatás vagy magyar nyelvű csoport működik, és amikor mi felújítunk egy óvodát, akkor nem nézzük, hogy egy csoport van és 6 csoport ukrán, akkor általában felújítjuk az egész óvodát, vagy egy olyan összeget adunk, amiből az óvoda pozitívan kaphat. Tehát mintegy jó 200 intézményről van szó, akik részesültek, vagy a keleti partnerség, vagy a Kárpát-medencei óvoda fejlesztési programból, és ezek zöme 80%-a állami intézmény, tehát mindezeket a feladatokat az államnak kellene ellátni, és amennyiben ők racionálisan gondolkodnak, és nem a kicsinyes gyűlölet vezérli az urakat, akik kitalálnak hasonló ügyeket, akkor örülni kellene, hogy ennek a 200 intézménynek a fenntartását, ahova ukrán adófizető állampolgárok gyermekei járnak, azok nem hárulnak az ukrán állami költségvetés fenntartására a felújítás területén, és amit oda szántak volna, azt ők át tudják csoportosítani az ukrán iskolákra, és ez még egy negyedik plusz lenne az adott támogatási projekteken belül, aminek örülni kellene egy ilyen szegény, mély gazdasági válságban lévő országnak.